Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Rangadót játszott a régi rivális MAFC ellen a Nyíregyháza Blue Sharks. Jetski Európa-bajnoki futamot rendeznek júniusban a Leveleki tavon. A golfozó Závadszky Bálint relikviái láthatók a Nyíregyházi ötvös gyakorlóban. Rangadót játszott a Nyíregyháza a Blue Sharks az NB1B 23. fordulójában. A kékcápák a régi rivális MAFC csapatát fogadták a Continental Arénában. Szerintem jól játszottunk, minden játékos megtette azt, amit kértünk tőle. Sajnos a Bazsó Bruno és a Tóth Geri sérülése miatt ugye a fizikálisan nem voltak olyan toppon. A Brunót is cserélni kellett folyamatosan, illetve a Gerit is kellett folyamatosan cserélni. Ezen a meccsen már nem bírtuk el, hogy ők nincsenek a pályán. Az ellenfélnél nyilván készültek a kiváló képességű légiósra, de úgy tűnt, hogy nem mindig sikerült őt megállítani. Így van, is készültünk, próbáltunk különböző védekezéseket, de hát ő egy jó játékos. Tehát ez látszik, hogy extra játékos. Gratulálok a MAFC-nak, a mai napon jobbak voltak. Itt a végén volt egy kiállítás, milyen következményekkel járhat ez, és milyen lépéseket tesznek ennek kivédése érdekében? Mi most a meccs végén visszanéztük a kiállítás videón, 15 percig megóvhatjuk a mérkőzést, és tisztán látszik, hogy igazából olyan szabálytalanság nem történt, amiből egyből ki kéne állítani, úgyhogy megóvtuk azt a szituációt. Három mérkőzés maradt a alapszakaszból, gyakorlatilag itt már nagy előrelépés nem lehet, meg kell óvni a jelenlegi pozíciót, ez maradt a cél? Így van, hát ez is volt a cél, hogy a negyedik helyet próbáljuk megszerezni, és majd rájátszásban a jobb pozícióban tudunk így elindulni. 93-77-re várnál talán biztosabban nyert a MAFC Nyíregyházán, hogy látta a mérkőzésen Csai Tamás a vendégek edzője? Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak. Azt gondolom, hogy többé-kevésbé sikerült megvalósítanunk az eltervezett dolgokat. Az első fél időben is én úgy érzem, hogy egy olyan 15-16 percig mi kontrolláltuk a mérkőzést, utána követtünk el olyan hibákat, amiből az ellenfél könnyű gólokat tudott dobni, illetve kihasználták a hibáinkat. Sajnos sok lepattanót szedtek az első fél időben, nagy volt a különbség, főleg támadó lepattanót, és ebből könnyű gólokat tudtak dobni. Második szándékból a második fél időben erre hívtam fel a figyelmet a szünetbe, hogy a védekezésünk az, amin javítani kell, sokkal agresszívebben kell csinálni, illetve pontosabban azokat a dolgokat, amiket mérkőzés előtt megbeszéltünk és amire készültünk. Azt gondolom, hogy ez sikerült a srácoknak megvalósítani, és emellett nyilvánvalóan, vagy ezzel együtt feljavult a támadójátékunk, és így lett belőle ekkora különbség. Én azt gondolom, hogy ekkora különbség nem volt a két csapat között, így lett a vége. Sok sikert kívánok a Nyíregyházának és a folytatásnak. Közeledik az alapszakasz végre, és továbbra is csak a Veszprém az egyedüli csapat, amely le tudta győzni a MAFC-ot. Milyen reményekre jogosítja ez fel a csapatát a rájátszásra? Én nem gondolkodom még, az még messze van. Tehát az alapszakasz van még, itt még vannak meccsek, amikre fel kell készülni. Nyilvánvalóan a playoff az egy teljesen más dolog. Ott minden más, ott mindig csak egy mérkőzésre és egy csapatra kell készülni, úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy mindig egy mérkőzéssel előbbre gondolkozzunk, és ott valósítsuk meg azokat a dolgokat, legfőképpen nagy százalékban, amiket megbeszéltünk. Szinte végig az eredmény után kellett futnotok, ez sok energiát felemészett, ezért lett a végére egy kicsit nagyobb a különbség? Leginkább a másik fél időbe kellett futni, első fél időben szerintem jól játszottunk. Tudtuk, hogy a MAFC-nak nagyon erős az első negyede, nagyon agresszívan jönnek ki egész pályára, iszonyatos iramot mennek, és az volt a célunk, az első negyedben maradjunk úgymond partiban. Ez meg is történt, és a második negyedben nagyon jól játszottunk, fél időben minimális előnye mi mentünk be. Aztán a második fél időben megvalósult minden, amit nem szerettünk volna. Az amerikai játékosuk még jobb ritmus kapott, és azzal nem is foglalkozni tudtuk, hogyha ő dob egyedül 30 pontot, nem tudnak megverni minket, csak egyre inkább bevonta a többieket is. Védekezésünk kicsit szétesett, és igen, és utána már nagyon nehéz volt menni, fontosan az eredmény után. Ráadásul volt egy-két ilyen kétes ítélet is, illetve kétes labda is, ami nem nálunk ötött ki, és sajnos így alakult. Most már nagyon úgy néz ki, hogy a BKG-val lesztek harcba a jobb helyezésért. Mi a terv, a remény erre a hátralévő három meccsre, ami az alapszakaszból maradt? Most így, hogy kikaptunk, és azt hiszem, hogy talán ma játszanak, és hogyha nyernek, akkor megint beértek minket. Ez azt jelenti, hogy mivel még nem volt két meccs, ezért előttünk vannak, de hogyha három pontnál többen nyerünk jövő hétvégén, akkor megint nálunk van az előny. És hogyha hátralévő két meccsből a Miskolc idegen és a Veszprém itthon egyet már behúzunk, akkor úgy tudom, hogy matematikailag is mi vagyunk a negyedikek, tehát nem előzhetnek meg minket. Nyilván ez a cél, hogy pályaelőnnyel kezdjük.
jetski Európa-bajnoki futamot rendezzek nyáron a Leveleki tavon, a Nemzetközi Motoros Vízisport Szövetség döntési értelmében június 13-a és 16-a között az EB második futamának Levelek ad majd otthont. Egy nem olimpiai sportágról, egy technikai sportágról beszélhetünk, amely rendkívül népszerű, és nagyon-nagyon sikeres sportolóink vannak. A sajtótájékoztató során említettük, hogy talán a legfiatalabb sportágak közé tartozik, de az egyik legsikeresebb is, hiszen majdnem 120 nemzetközi érmünk van világ és Európa bajnokságból, tehát a sportolóink és az utánpótlás nevelés is nagyon rendkívül erős. Ez egy technikai sportág, amelyben, hogyha mi nem vagyunk otthon, akár rendezés terén sem, akkor lemaradunk. És nagyon népszerű ez a sport, a jetski. Mindig minden kis gyerek szeretne a közelében lenni. Nyári időszakban ugye láthatjuk, hogy szeretnék kipróbálni. És egy kicsit népszerűsítjük is ezáltal a sportágat, hiszen az, hogy a világban is nagyon sok sportoló űzi ezt a sportágat, és futamszerűen ugyanúgy, mint egy motorversenynél, a jetskinél is megvannak a futamok, és a harmadik futam után alakul ki az Európa bajnok. Ettől függetlenül ugye mindenki eljön mindegyik futamra, ahogy hallhattuk, 20 nemzet, közel 150 sportolója fog érkezni minimum Nyíregyházára és Levelekitóra. Ez azért is nagyon fontos, mert elindult a sportturizmus hatása, és az, hogyha a technikai sportágaknak mi lehetünk az egyik központja az automotorsportban, az azt jelenti, hogy figyelnek ránk, és a nemzetközi szövetségek nagyon-nagyon örömmel teszik ide a különböző nemzetközi eseményeiket. Ez is azt jelenti, hogy jól szervezünk, nagyon jó helyeink vannak, biztosítunk minden feltételt a sportolóknak, a sportvezetőknek, a szakembereknek, és kiszolgáljuk a hazánkba és a városainkba érkező sportszerető társadalmat. Ez nagyon fontos, nagyon sok mindennek kell megfelelni. Ugye itt volt egy évvel ezelőtt egy V4-ek nemzetközi esemény, versenye, amely során a Nemzetközi Szövetség tagjai is itt voltak, a versenyzők is itt voltak, és vitték a hírét, hogy hú, milyen szép helyeink vannak, és bizony a szervezés is kitűnő volt. Ugye egy Európa-bajnokságnak nagyon sok mindennek meg kell, hogy feleljünk. Nyíregyháza megfelel rá, kiegészítve ugye a Levelekkel, a Leveleki tóval, és ez is azt eredményezi a jövőben, hogy be tudjuk mutatni Nyíregyházát és a térségünket, hogy mennyi lehetőség van, hogyha akár turistaként, akár sportolóként ide érkezik valaki, hogy megismerhesse a városunk és a térségeink értékeit. Közel másfél évtized után rendezek ismét Magyarországon jetski Európa-bajnoki futamot. Mekkora siker ez a szövetség a sporták számára? A szövetség minden versenyzője és mindenki, az egész jetski társadalom rendkívül boldog, mert azért 13 év után, és hogy egy ilyen nagyszerű helyszínen, mint itt a Nyíregyháza melletti Leveleki tavon ezt megrendezhetjük, ez egy óriási dolog, mert eredményeket a versenyzőink az elmúlt időszakban is szépen szereztek, de el kellett menni Portugáliába, el kellett menni Olaszországba, és most végre egy olyan lehetőség, amikor a hazai pálya előnyeit is élvezhetjük, hogy a három futamos Európa-bajnokságban ugye kezdődik Portugáliába, befejeződik Horvátországban, Zágrában, na de a középső állomás a miénk lesz, és a hazai pálya előnyeit megpróbáljuk minél több éremre váltani. Hogy kell elképzelni, mekkora létszámú mezőny érkezik majd Levelekre? Hány kategóriában versenyeznek a Leveleki tavon a jetskisek? 13 kategóriában, tehát ebbe ülős, állós kategória, freestyle kategória is van, illetőleg vannak junior kategóriák, tehát már a 10 és 12 év közötti fiatalok is önálló kategóriában indulhatnak és Európa-bajnoki címért küzdhetnek. Az előzetes bejelentkezések alapján, illetve a tavalyi számadatok alapján 20 nemzetnek olyan 150 versenyzőjére számítunk, és hát nyilvánvaló a szerelőkre, csapattagokra, tehát itt nagyságrendileg egy ilyen 1000 fős csapat érkezik, és hát reméljük, hogy a nézők részéről is sokan fognak érkezni, mert 13 éve nem volt Magyarországon ilyen nagy jelentőségi esemény.
mekkora létszámú lehet a magyar csapat, gondolom azért hazai környezetben a szokatnál többen állhatnak majd rajthoz. Ez egyértelmű, hogy mindenki fenni a fogát erre a lehetőségre, hogy hazai pályán megmutathassa magát. 15 már biztos, hogy a válogatott keret létszáma a 15 megvan még. A májusi OB 1 után még bizonyos hát jelöltek, illetőleg hát akik megfelelők még akkor bekerülhetnek a keretbe a válogatón, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen 20 fős válogatott kerettel fogunk neki indulni ennek a versenynek. Néhány napja még úgy volt, hogy az őszi Európa-bajnoki rali futammal kerül fel Nyíregyháza a technikai sportok európai térképére, most már kiderült, hogy a nyár elejé jetski ebé futam kapcsán is szerepet vállal Nyíregyháza, mekkora öröm ez a város vezetése számára. Ez egy nagyon-nagyon nagy öröm, és egy nagyon komoly munka után egy nagy siker. Ugye a rallit az Automotor Sport Szövetséggel, ezt a Jetski Szövetséggel együtt, mind a kettő technikai sport, ez vizen van, és hát a sportállamtitkárság támogatásával nyertük el, és természetesen ez egy nagy feladat, kihívás a városnak is, amit örömmel vállal, és úgy készülünk erre, hogy ne csak egy egyszerű alkalom legyen, hanem a nemzetközi megfigyelők, mint ahogy a rallinál is, azt mondják, hogy Nyíregyháza kiváló hely, itt levelek is, és érdemes a nemzetközi versenyek jövőben is gondolni erre a városra. Természetesen ez a sportturizmusban, a város marketingben is egy kiemelkedő lehetőség, mi ezt szeretnénk kihasználni. Remélem erre az időszakra már megnyílik a nagy hotelünk is, és hát arra törekszünk itt is, mint a rallinál, sok hasonlóság van, hogy kísérők jönnek, sokan jönnek, 800 ezer vendég is lehet. Maradjanak még egy kicsit, nézzék meg az állatparkot, Sóstot, Fürdőt, Múzeumfalut, az egész várost, és jöjjenek majd vissza. Levelek, a leveleki tó már eddig is fent volt a Jetski Sport honi térképén, júniustól viszont felkerül a nemzetközi térképre is egy Európa-bajnoki futamnak köszönhetően. Mekkora feladat, mekkora kihívás ez a település számára? Bizony nagy kihívás lesz számunkra. Elsősorban az, hogy a területet megfelelően tudjuk biztosítani a rendezvénynek. Egyeztetve a rendezvény szervezőivel már azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk a hozzánk érkező sok gépjárműnek, kamionnak a helyet biztosítani, a közlekedés megfelelően irányítani, illetve a parkoltatásnak a megoldását. Hogyan tudjuk megvalósítani. Friss a hír még, mennyire várják leveleken ezt az ebéd futamot? Most még senkire, semmire, mert ugye most volt a sajtótájékoztató, és még nem nagyon tudnak róla a levelek, hogy ilyen rendezvény lesz, de évek óta csinálunk már hasonló rendezvényeket. Biztos, hogy mindenki nagyon fontosnak tartja, hiszen leveleknek a gyémántja, a gyöngyszeme, a leveleki tó, és mindenki nagyon büszke arra, hogy egy ilyen rendezvényen fogjuk gazdagítani leveleknek a programjait. Európa-bajnokként, világbajnokként, sokszoros magyar bajnokként milyen érzésekkel fogadtad azt, hogy júniusban Magyarország ad otthont egy ebéd futamnak? Nagyon jó érzés, eltölt el az, hogy itthon mutathatom meg azt, hogy mire is vagyok képes ebbe a sportba. Ugye 2006-ban már volt Európa-bajnokság Magyarországon, akkor sajnos még csak a partról néztem, mert akkor még nem voltam abban a korban, de most eljött ez az idő is, és nagyon örülök neki, hogy itthon versenyezhetek egy ilyen nemzetközi versenyen. Mekkora felkészülés, mennyi felkészülést igényel egy ilyen Európa-bajnoki három futamból álló sorozat? Folyamatosan májustól versenyzünk, mind a magyar bajnokságban, mind pedig ilyen zónakupákban. Igazából nyilván a versenyek is egy felkészülés a nagyobb versenyekre, ezekre az EB-kre, VB-kre, illetve hát a tél folyamán folyamatos a felkészülés, és természetesen, mikor már az idő engedi, akkor egyből a vízre megyünk, és szinte minden nap edzünk. Áltál már Európa-bajnoki dobogó tetején, így alig ha kérdéses, hogy mi a célod leveleken? Mindenképp szeretném megvédeni a címemet. Ez ugye nem csak a leveleki győzelem kell, de nyilván ez lesz a legfontosabb számomra, hiszen az, hogy Magyarország a magyar közönség előtt hallassam a magyar himnuszt, az szerintem felejthetetlen. A tervezett ütemben, a tervezett úton haladt céljai elérése felé Závaszki Bálint. A nyíregyházi golfozó relikviáinak egy részét az ötfős gyakorlóban állították ki. Egy remek évet zártam a tavalyi évben. A 2017-es évet sikerült felülmúlni tavaly,
és hát rengeteg meghívásos versenyen vettem részt a tavalyi évben, amin nagyon jó eredményeket sikerült elérni. A legtöbben olyan helyezéseket sikerült elérni, hogy ez az eddigi legjobb magyar eredmény lett. Úgyhogy gondolom, hogy ez egy remek év volt. Ki kellene emelni egy vagy két versenyt az elmúlt esztendőből, melyik lenne az, melyik érmet, melyik helyezést érzed a legközelebb magadhoz? Szerintem a tavalyi évből a májusban megrendezett gimnáziádé, ami a gimnazistáknak a mini olimpiája. Marokkóban ebben először volt a golf, mint sportág, és itt a harmadik helyezést sikerült elérnem. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó helyezés ezen a versenyen, valamint az U16-os világbajnokságon 13. helyezést értem el, ez pedig az eddigi legjobb magyar eredmény volt ezen a versenyen. Negyedjére sikerült megvédenem a magyar junior bajnoki címemet, úgy gondolom ez is egy nagyon jó dolog, hogy már negyedjére sikerült megtartani, és hát a külföldi versenyeken pedig rengeteg dobogós helyezést értem el a tavalyi évben. Nagyon sok versenyen indult a tavaly, indulsz ebben az évben, és hogy kell elképzelni egy versenyt? Megérkezel a versenyhelyszínre, onnan mi a menetrend? Onnantól, hogy megérkezés, igazából a pályának a bejátszása, a felmérése az igazából egy vagy két nap a verseny előtt, és utána pedig ezek a versenyek háromnaposak, és hát a háromnapos harc onnantól kezdetét veszi, és hát ugye ez egy nagyon, nagyon komoly, főleg a nyári időszakban vannak ezek a versenyek, és hát ugye a meleg sem segíti olyankorra az embert, és igazából ahogy véget ér a verseny, utána pedig hazautazás, itthon egy vagy két nap pihenő, és utána pedig a következő versenyre, ha csak nem már egyből versenyről versenyre mentem tovább, mint vele volt tavalyi évben is rengetegszer. Úgy kell elképzelni, mint a Form 1-es versenyzők vagy teniszezők, hogy ti is egy állandó csapatot alkotva utaztok versenyről versenyre, tehát állandó ismerős partnerekkel méred össze a tudásod? Igazából a junior versenyeken ott a nagyjából ismerem az európai élmezőnyt, velük több versenyen is szoktunk találkozni, a felnőtt versenyeknél pedig azért nagyjából ismeretlenekkel szemben találom magamat, mivel hogy azért a felnőtt mezőny nagyobb Európában, és ezért ott jobban elszórva indulnak játékosok. A mai rendezvény apropója az, hogy itt a Nyíregyház 5-ös gyakorlóban egy néhány relikviádat kiállították a Dicsőségfalnál. Mennyire volt egyszerű, mennyire volt nehéz összeszedni ezeket a érmeket, jellegeket? Hát komoly válogatás után sikerült döntés hozni, hogy miket hozzunk ide be, hogy azért itt is legyenek eredménymutató kupák, érmek, és hát otthon is megmaradjanak. Magántanulóként végzed a gimnáziumot, mekkora nehézséget okoz ez? Mondjuk az, hogy háromszor elnyerted a jó tanuló, jó sportoló címet, ez azt jelenti, hogy azért meg tudsz vele birkózni. Igen, hát nem egyszerű, főleg úgy, hogy a versenyszezonom azok november végén ér véget, és hát már október közepétől elkezdem a felkészülést a félévi vizsgáimra, és most már edzőtáborok voltak, már most ezen a héten lesz az év első versenye, és hát ez már innentől igazából indul a szezon, de az évvégi vizsgáimat majd csak május elején, közepén tudom letudni, és igazából addig pedig tanulás és verseny felvált van, és ez a legnehezebb időszak, én úgy gondolom, az évben. Néhány évvel ezelőtt elképzeltetek számodra egy utat, ott tartasz most, ahol kell ebben az időszakban? Igen, szerintem most ott tartok, és hát reméljük ez a fejlődés nem áll meg, és ezen a kijelölt úton fog tudni tovább haladni. Az 5-ös újabb diákjának, Závadszkivány golfozónak relikviáival bővült az intézmény Dicsőségfala, gondolom csak időkérdése volt, hogy mikor kerülnek ide ezek a fotók. Igen, Závadszki Bálintnak ma avattuk azt a vitrinyét, ahol az elért eredményeinek a relikviáit helyeztük el. Elsősorban, hogy egy méltó módon tisztelgünk Bálint és az eredményei előtt, másrészt pedig az itt kialakított, akikre büszkék vagyunk, Dicsőségfal az iskola diákai, és meg hát mások számára is példát mutatóan fémjelzik azt, amit Bálint a tanulmányi munka mellett a sport területén is elért. Bálint gondolom nem egyedül magántanulóként végzi tanulmányt az intézményben. Milyen plusz kíván esetleg a tanároktól, oktatóktól? Bálint tanulmányi teljesítményét valóban magántanulóként teljesíti. Elsősorban azért, mert ugye az a sportág és az a szint, amit ő művelés űz, azt professzionális szinten kell csinálni, és ezt csak úgy tudja megoldani, hogy a tanulmányi kötelezettségeinek magántanulóként teljesíti. Van több magántanulók, 1200 diák jár egyébként a 5-ös gyakorlóiskolába, és olyan tanulóink, akik a tanulmányi munka mellett valamely
sportágban professzionális szinten versenyeznek, teljesítenek. Ez egy gyakori megoldás, illetve egy elfogadott megoldás, hogy a tanulmányi munkát azt magántanulóként kell, hogy teljesítse. Az iskola konzultációs lehetőségeket biztosít a egyes tantárgyakból beszámoltató vizsga kötelezettségeit szervezi Bálintnak, és ennek a helyszínét is biztosítja az iskola. Ha már a 1200 gyerekről esett szó, melyek a legnépszerűbb sportágok, diákolimpiákon, milyen sportágokban szerepelnek a legjobban az ötvös diákjai? 1200 diák az sok tanulót jelent. Én azt gondolom intézményvezetőként, hogy egy ilyen nagyságrendű iskolának tanulói szám alapján is 2-3 versenysportban, de hozzáteszem mindjárt a szabadidősport területén is meg kell jelenni a iskola használói és a szakmai közvélemény előtt. Az elmúlt évtizedekben tradicionálisan kialakult itt az intézményben a versenysportok területén egy magas szintű munka a tornasport területén, a labdajátékok területén, ez elsősorban a kosárlabdát jelenti, illetve újabban a röplabdát is. És hát természetesen egyéni sportágokban több diákunk versenyez diákolimpiákon, és itt a paletta az rendkívül szertágazó, hiszen az úszástól kezdve a sportlövészeten át az aerobikig számos sportág jelenik meg. Egyébként azt gondolom, ha már szóba került az 1200 diák, hogy ez egy valóságos kincses bánya a tehetség területén, tehát van miből válogatni, rá kell lelni ezekre a tehetségre, és professzionális szinten gondozni őket, és akkor az eredményei meg lesznek. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!